Hát, hello mindenkinek, megérkeztem, itt vagyok, ami azt jelenti, hogy megérkeztem az egy kicsit megkésett szigetfesztiválos vlogommal, ugyanis nagyon nem volt időm vágni meg ilyenek, ezért nagyon el vagyok maradva a videókkal, amiket ki kellett volna tennem. Még tartozom nektek ezzel egy siófokos és egy csillagpontos vloggal, valamint egy mizós videóval is. Hát akkor beszéljünk is a szigetfesztiválról. Nos, ahogy tudjátok, én ezen a nyáron végig dolgoztam, legfőképpen fesztiválokon, a Volton, a Soundon és a Szigeten is. A három fesztivál merőben különbözik egymástól, szóval igazából annyira egyértelműen nem lehetne elmondani, hogy melyik tetszett a legjobban, vagy hogy melyik a legjobb, de nekem egyértelműen a Sziget volt az ultimate best, ugyanis itt volt a legtöbb program, ez volt a legnagyobb hely, és amellett, hogy a koncertek is fantasztikusak voltak, meg lehettek volna, erről mindjárt egy kicsivel odébb. Azon kívül nagyon sok program is hely volt, és biztos, hogy nem unatkoztál, még akkor sem nem találtál olyan koncertet, ami neked éppen aznapra vagy arra az időpontra bejött volna, hiszen nagyon-nagyon sok érdekes program volt. Tényleg itt mindent csinálhattál, nagyon sok különböző téma volt, nagyon sok különböző előadás, meg ilyenek. Én igazából főként a nagyszínpados koncerteknél voltam kint, illetve megnéztünk egy-két ilyen show-t is, mint a Szörködő szigetben voltunk kétszer két különböző előadáson, mind a kettő nagyon bámulatos volt, és nagyon tetszett. Valamint a Magic Mirror-ben voltunk még, a The Briefs show-n. Nekik is egyébként pretty good előadásuk volt, szóval csajokkal érdemes megnézni, és nagyon könnyezik a szemem. Ilyen az allergiám. Hát a koncertekre röviden, annyira nem voltam kint sok koncerten, mint számítottam rá, hogy leszek. Igazából az a fő motiváció a Szigetre az Ed Sheeran volt. Nos, ott voltam Ed Sheeran koncerten, igen, valóban igazak a hírek meg a pletykák, iszonyú tömegnyomor volt, és mi pont a színpad jobb oldalán voltunk, egészen közel kerültünk a színpadhoz, ott a kivetítő közelébe voltunk, és már körülbelül másfél órával ott voltunk a koncert kezdet előtt, mikor az a másik koncert még ment, és sikerült egyre beljebb és beljebb jutnunk, mert az emberek szállingóztak kifelé, és ezzel nem is volt gond, csak amikor be akartak jönni. De nem volt hely. Szóval konkrétan nem csak az volt, hogy meleg volt, hogy fullasztó volt, de konkrétan valamikor fél lábon álltunk, vagy tényleg egymáshoz, mint a heringek, úgy álltunk, és nyomakodtak befelé, nem fértünk el, és folyamatosan lögdösték az embert. Szóval akármit csináltál, küzdöttél azért, hogy állva tudjál maradni, és hogy ne tapossan el a tömeg. Hát mi ezt megelégeltük a koncert kezdet előtt, és azon gondolkoztunk, hogy nem éri meg. Hiába ezért jöttünk ki eleve Szigetre dolgozni, nem éri meg. Szóval elkezdtünk kifelé menni, és nem akart fogyni az ember tömeg. Kijutottunk egészen körülbelül, hát a bárokig, kajás részekig, jobb oldalt, az A38 aréna felé, és ott is rengetegen voltak még, ott is folyamatosan nyomakodtak. Nem csak az, hogy benyomultak, kifelé se akartak engedni minket, szóval nagyon-nagyon megközdöttünk. Hát kisebb pánikrohamok törtek az emberre, és tényleg elég sok embert hoztak ki, úgyhogy ő rosszul van, meg hogy elájult, meg ilyenek, és egyébként nem csodálkozom. Egyébként a koncert már, mint amit lehetett hallani belőle, mert nem értem, hogy az emberek miért jönnek úgy koncertre, hogy fogalmazunk csúnyán, nem kussolnak el, és nem hallgatják a koncertet, hanem folyamatosan dumálnak, meg ordítanak. Na mindegy. Amikor már végre úgy nagyjából elcsitult a közönség, akkor igazából egysérűen fantasztikus volt. Nem is vártam tőle rosszabbat, se jobbat. Igazából jobb lett volna, hogyha nem ilyen körülmények között halljuk őt először, és lehet, hogy utoljára, de fantasztikus koncertet hozott össze tényleg. Ő volt az, aki egyedül a gitárjával egy hatalmasat robbantott a színpadon. A kivetítőkön is nagyon jól lehetett látni mindent, nagyon jól lehetett hallani az egészet. Igen, majd próbálok bevenni egy-két felvételt vagy valamit, de nem igazán sokat vettem fel belőle, mert nem éreztem úgy, hogy
hogy ez így megéri. Egyébként ezen kívül még hirtelen voltunk, egy kicsit benéztünk halott pénzre is, mert akkor éppen műszak volt, és amellett volt nem messze nagy színpadtól a mi területünk, szóval így egy-kétszer ellátogattunk oda pár percre, hogy meghallgassuk a számokat, hogy éppen mit mennek. Post Malone-on voltunk, McLemore-on, és szerintem ennyi koncerten voltunk. Egyébként nagyon sok fotózási lehetőség is volt, a H&M standján is odajött hozzánk valaki, és megtaláltam a videót, és hát elég nagyot égtem benne, nem mondom. Szokásosan a nem tudok beszélni fázisomban voltam, és hebegtem-habogtam, ahhoz képest egész jól összehoztam, de amikor azt kell mondani, hogy hashtag Sziget official, akkor oficiált akartam mondani hirtelen, amikor próbálod betűzni, és így brainfuck, szóval nagyon jó, de nem is beszélek többet, mert ez már így is 8 percnél tart ez az köszöntő, és hát akkor nem tudom, hogy milyen hosszú lesz ez a videó, szóval csak nézzük! Szóval megérkeztünk Pestre. Megvettük a jegyeket. Most várjuk a metrót. Megérkeztünk! Most már... Ott van a háttérben lemaradva. Most megyünk átvenni a karszalagunkat, aztán pedig megkeresek a szakemünket. Igen, megérkeztünk. Szóval ide is megérkeztem, ahogy már láthattátok, az előbb felállítottuk a sátrat, és most megyünk ki egy kicsit Pestre nézelődni meg ilyenek. Szóval végül bejöttünk az arénába, hát megint vásároltam, amit nem kellett volna, most pedig leültünk enni. Ez a kajám. Bár én amúgy üdítével kértem, de üdítét nem kaptam. Mondjuk nem is fizettem érte, szóval... hát igen. Kijöttünk a teraszra a Starbucksainkkal. Leültünk pihenni. Pihenni. Mondjuk be. Tis. Ez a második napunk itt, és hát nem mondtam, mi volt. Ugye miután visszaértünk, pihentünk egy kicsit, ugye vásároltunk. Utána még este lementünk szórakozni a többiekkel, és pont amikor elkezdett esni az eső, visszajöttünk, és megmutatom, hogy mit vettem. Az orszaiba vettem ezt a kis cuki táskát. Egyszerűen imádnivaló, az egész fekete bőr, és ez pedig ilyen bársonyos. Ezt a tunci fülbevalót is vettem, annyira cuki volt, hogy nem tudtam adni. A pullenderbe vettem egy felsőt. A Stradivariusba is, ez az egyik legpuhább anyagú felső, amit imádok. A Levi's-be is bementem egy felsőjére. Valamint a New Yorkerbe vettem ezt a rózsaszín pulcsit, amit én nem tök szokatlan, mert én nem hordok annyira rózsaszínt, de never mind. Hát ezeket vettem. Ma még lesz egy
tűz és munkavédelmi oktatásunk, azt hiszem, és utána megyünk ki boltba. Most voltunk az Osamba, bevásároltunk megint. Itt egy zsák, kettő, meg amit még meg kell inni, mielőtt bemegyünk. Onnan tudod, hogy jó a kaja, hogy elfelejtett felvenni az elejét. Fotózunk. Kurva jó. Adom. Hát, jó reggelt. Itt a kis kávécska. Most fog elkészülni, már felöltöztem. Szóval az elmúlt két napban nem vlogoltam, mert ment folyamatosan a meló. Igazából tegnap voltunk kint egy Sheeran koncerten. Az intróban már láthatjátok róla a véleményemet, majd vágok be róla valamit. És most hova megyünk, Petra? Tűzkutba. Hello. Akkor már Bia is. De... ebbe a kis búcsúba, és felültünk a mini óriás kerékre. Ezért legalább nem kell közöttünk. Szóval, megálltunk képeket csinálni. Csak a szokásos, amit csinálunk, és oda jöttek hozzánk. Elkezdtek velünk beszélgetni, meg venni minket, meg kérdezgetni mindenféle hülyeséget. Szóval, ez nem tudom, hogy hol lesz, vagy hogy belevágnak-e minket, de hogyha belevágnak minket valami videóba, vagy posztba, vagy valami, akkor is ti látjátok, akkor légy szív, mutassátok meg nekem, hogy ez hol van, mert nagyon kíváncsi vagyok. And slowly and surely they drew their plans against us. Láthatjátok, ez egy új nap. Tegnap este betelt a tárhelyem, szóval nem tudtam már mást felvenni. Egyébként a Magic Mirror nagyon jó volt. Ma dolgozok, most ebéd születem van.
vagyunk a lumináriumban. És... wow. Az egész egy kicsit creepy. Félek, hogy el fogok tévedni. Vagyis eltévedünk és elvesztük egymást. Hála az évnek, ma szabad napom van, szóval ma végre tudok pihenni. Nem hiszem el, nem tudom, hogy halljátok el háttérben, de az A38 arénában vagyok, és mögöttem van a színpad. És kik próbálnak? A 21 Pilots, és kinek nem leszek ott a koncertén? A 21 Pilotsnek, és a Hiddens-t próbálják, és... Úristen, hát nem hiszem el. Ez az utolsó munkanapunk. Tegnap még lent voltunk a Magic Mirror-be egy utolsó sora, meg kint ültünk beszélgetni. Csinálgattunk pár képet, meg minden. Mindegyiket folyamatosan töltöm fel az Instagramra, a fesztiválokról, meg úgy általában. De nagyon szomorú vagyok, hogy nem lehetek ott a koncerten. Aj, nem hiszem el.